Átadták az új ravatalozót a déli temetőben, kalapáccsal verte fejbe a rokona, másnap belehalt a sérülésbe, támogatást turisztikai fejlesztésekre a Tiszató térségében, megbújt a kertben a tolvaj. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. szeptember 26-án 18 óra 5 perckor. Ünnepélyes keretek között került átadásra a déli temetőben megépült új ravatalozó. A déli temető 1828-ban nyitotta meg kapuit. Összesen 18 hektár területen mintegy 20 ezer sírhely található. Ezzel a város és a környék legnagyobb temetője, ahol számos régi karcagi család és országosan ismert helyi polgár nyugszik. A déli temető első és eddigi ravatalozóját az 1930-as évek elején építették meg. Nagyobb felújításon és korszerűsítésen kétszer esett át. Előbb a 60-as években, majd az 1990-es évek elején. Természetesen az eltelt évek alatt több állagmegóvó intézkedést eszközöltek rajta. A presbitérium 2005-ben jelölte ki azt a területet, ahol az új, most átadott ravatalozó és urnafal került megépítésre. 2022. március 28-án tették le a 265,5 négyzetméteres ravatalozó alapkövét. A beruházás mintegy 317 millió forint visszanemtérítendő kormányzati támogatásból valósult meg. A megjelenteket nagy tiszteletű Lehocki Krisztina köszöntötte, majd nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperes szólt a jelenlévőkhöz. Egy korszerű, modern ravatalozóhoz a temetőben úgy gondoljuk, mindannyiunknak jogunk van. Alapvető elvárása a lakosságnak, hogy legyen egy hely, ahol méltó módon megemlékezhet azokról, akik már nem lehetnek velük. Erre a 2000-től hatályos, ide vonatkozó temetői törvény úgy reflektált, hogy ravatalozót a temetői infrastruktúra kötelező elemének tekinti. Azt gondolnánk, hogy ez mindig is így volt. Pedig nem régóta lett általánossá, hogy nem otthon, a családi hajlékban, hanem a temető területén belül történik meg a felravatalozás. Évszázadokon keresztül ugyanis a legbensőségesebb családi magánügy volt a szeretett családtagok felkészítése az utolsó földi útra. A keresztény élet Magyarországon hasonlóan a nyugat-európai példákhoz a templom körül alakultak ki az első temetők, és a templomok lettek az első nem otthoni ravatalozási helyek. Igaz, csak közvetlenül a temetési szertartás idejére. Erre utal a templomainkban az úgynevezett cinterem, ami a latin cömeterium, azaz nyugvóhely szóból került át, a magyarokra jellemző bájos áthallással és magyarázással. A cömeteriumból így lett cinterem, és ennél már csak egy lépés van, hogy hallottam már templomot úgy bemutatni, hogy íme itt van a címterem, és hozzá is tették, hogy mert itt van a nemesi patrónusoknak a címere, valamikor itt volt. Természetesen önök most már nagyon jól tudják, meg a televíziót figyelők is, hogy a címterem a templomnak azon része, ahol fölravatalozták a halottakat a temetési szertartás idejére. Később tehát, ahogy a növekedett a lakosság, úgy volt igény egyre inkább arra, és szűkült be a templom tere és a templom körüli udvar, amit megint csak címteremnek neveztek, arra, hogy a temetéseket meg tudják tartani. Ezért fölmerült az az igény, hogy a településektől távol, legfeljebb a települések határában jöjjenek létre a temetők, és ott legyen később majd lehetőség arra, hogy fölravatalozzák az elhunytakat. Annyira nem régi dolog ez, hogy a 18. század végére, közelebbről 1782-re és 1786-ra tehető az első törvényi szabályozása
a temetők létrehozásának és a temetőben való ravatalozásnak. Ezt második József a Kalapos királynak nevezett uralkodó tette meg. Ezért van, hogyha megnézik a történelmét a városunknak, hogy az 1700-as évek második felében, pontosabban annak a vége felé alapították azokat a temetőket, amiket mi most ismerünk. 1600-as, 1760-as, 1780-as években az ősi déli temetőt, az valóban 1780-ban alapították, mégpedig a mai Jókai út végén azt már belakta a város. Ezt a mostani temetőt 1828-ban alakították ki. De hogy erre az időszakra jellemző, hogy 1806-ban a városban létrehozták éppen ennek a második józsefi rendeletnek, szabályozásnak megfelelően a temető csősz, ma így mondjuk, hogy temető gondnok munkát végző szolgálatát, feladatát. Tehát a 18. század vége és a 19. század, amikor a ma ismert temetői kultúra, ami a város határában vagy azon túl létrehoz egy temetőt, és már ott is engedi a ravatalozást, illetve a prédikáció, illetve a mise megtartását, ez kialakult. Ehhez képest még 100 évnek kellett eltelni, hogy elinduljon a ravatalozók kiépítésének a rendszere. Miért? Azért, mert az emberek nagyon ragaszkodtak a hagyományaikhoz, az otthoni ravatalozáshoz és a templomhoz. Nagyon nehezen álltak arra rá, hogy nem a családi háznál kell elbúcsúzni az elhunytól. Úgy érezték tiszteletlenség, úgy érezték, hogy nem ez jár annak, aki egész életében abban a házban élt. A továbbiakban F. Kovács Sándor, a város és a térség országgyűlési képviselője szólt a megjelentekhez. Az embernek tudjuk, hogy vannak jogai, és megfeledkezünk sokszor arról, hogy egy embernek és egy közösségnek kötelességei is vannak. És kötelessége van az egyszerű magánembernek, a családnak és egy közösségnek is. A kötelességek között ott van az, hogy segítjük a gyermekeket, gondoskodunk róla, segítünk az elesetteknek, segítünk az időseknek, segítünk azoknak, akik rászorulnak. És kötelezettség az is, hogy méltó módon búcsút vegyünk azoktól a szeretteinktől, ismerősöktől, akiknek véget ért földi pályafutása. És ez személy szerint, egyenként és a karcagi közösségünknek is kötelessége. És az egyik kötelességet talán most sikerült hosszú évek után teljesítenünk nekünk karcagiaknak. Hiszen a déli temetőben egy olyan ravatalozó épült, amely méltó a városhoz, méltó a közösséghez, és méltó azokhoz a szeretteinkhez, akiktől itt fogunk végső búcsút venni. Hiszen tudjuk azt, hogy a régi ravatalozó épülete immár majdnem 100 éves, és látszik is rajta. Látszott már 10 évvel ezelőtt is rajta, 20 esztendővel ezelőtt is, és minden karcaginak, aki idejött búcsúztatni a temetőbe, eszébe jutott, hogy kellene egy szebb, egy méltóbb, egy a közösségünkhöz, a városhoz illő ravatalozót építeni. És nem csoda történt, mert a csodához azért több kell. Összefogás, munka és a csillagok sikeres állásával megépült egy olyan ravatalozó, amely méltó a közösséghez. Szepesi Tibor polgármester fontosnak tartja, hogy a végső búcsú helyszíne méltó legyen. Többen vagyunk a jelenlévők közül abban a helyzetben, hogy nap mint nap, akár többször is elhaladunk a temető mellett. Erre pillantunk, még ha futólag is, és lehet, hogy csak egy fel nem fogható pillanatra valami furcsa, megmagyarázhatatlan érzés lesz úrá rajtunk. Egy érzés, mert itt nyugszanak szüleink, nagyszüleink, dédszüleink,
közeli és távoli rokonaink, egykori szomszédaink, barátaink, tanítványaink, ismerőseink. Egy szinte felfoghatatlan pillanat, amely azonban gyorsan elszáll, és mi megyünk, itt megyünk, rohanunk tovább. S van olyan nap, amikor nem elhaladunk, hanem ide igyekszünk. A rohanás lelassul, az élet megtorpan egy kicsit, és amikor belépünk a temető kapuján, felerősödnek ezek az érzések, amelyekről az előbb is szóltam. Nem csak felvillannak érzések, hanem képpé, hangokká, illatokká változnak emlékek. Mi csendben búcsúzunk, és lelki szemeink előtt megjelennek az örökre szépek, ahogyan a költő is írja. Ott van a múltunk egy távoli tájon, és az elveszett éveket el lehet érni újra. Nem süllyed el semmi, ha nem felejtjük el, hogy élnek az emlékek még valahol. Hol az elégett mécsesek újra kigyúlnak, és megállnak végre az évek. Tisztelt jelenlévők! Amikor családtagjaink, barátaink, ismerőseink közül elveszítünk valakit, a fájdalmon túl mindig arra törekszünk, hogy méltó búcsút vehessünk tőle. Soha ne feledjük, hogy az élet része a halál. Ahogyan a Prédikátorok könyvében is írva van, miszerint mindennek rendelt ideje van. Ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ezért bármilyen életkorban is van az ember, tudnia kell, hogy méltóságra született, és ebben a méltóságban kell tőle búcsút is venni. A búcsúvételhez, az elköszönéshez, az utolsó hely, ahol erre módunk és lehetőségünk nyílik, a ravatalozó épülete. Az átadó ünnepség végén nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes megáldotta az új ravatalozó épületét, főtisztelendő Verez Zoltán plébános, címzetes esperes pedig felszentelte azt, majd a jelenlévők megtekinthették az épületegység részeit. Őrizetbe vettek a rendőrök egy törökszentmiklósi férfit, aki olyan súlyos sérülést okozott az egyik hozzátartozójának, hogy másnap belehalt a sérüléseibe. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. A Jászonykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a férfi szóváltásba keveredett az egyik rokonával, majd fejbe vágta egy kalapáccsal. A férfi a sérülthöz mentőt hívott, azonban az nem kért az orvosi segítségből, és mielőtt a mentőszolgálat a helyszínre érkezett, eltávozott. A férfit másnap délben a város területén egy elhagyatott füves bokros területen holtan találták. A rendőrök adatgyűjtést követően előállították a törökszentmiklósi férfit, és gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozók a férfit őrizetbe vették. Az előzetes orvosszakértői vélemény szerint a koponya sérülés és a sértett halála között okokozati összefüggés állapítható meg. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A Jászonykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság halált okozó testi sértés büntet miatt folytat eljárást. 1 milliárd forintot is meghaladó pályázati forrásból valósíthat meg turisztikai fejlesztéseket 14 tiszatavi település. Az ország legnagyobb mesterséges tava évről évre több turistát vonz, annak ellenére is, hogy az idegenforgalmi infrastruktúrára igencsak ráfér az erősítés. A kormány egyedi forrást biztosít a Tiszató térségének olyan beruházásokra, amelyek a térség turisztikai vonzerejét képesek növelni. Az 1 milliárd 700 millió forintos támogatás a vízminőség és vízvédelmi, ökológiai fenntarthatósághoz kapcsolódó célokhoz, valamint a turisztikai szolgáltatások színvonalának emeléséhez járulhatnak hozzá. Ezek a projektek jellemzően turisztikai, ökoturisztikai, aktív turisztikai projektek, önkormányzatoknak, illetve vízügyi fejlesztésekre biztosítanak lehetőséget. 14 projekt közül 2 az egész Tiszató fejlesztését területét érinti, 4 projekt Abátszalókon, 2 Berekfürdőn valósul meg, továbbá Heves, Heves-Vezekény, Péj, Tarna-Szentmiklós, Tiszaderzs és Karcag településeken fognak indulni a mai napon
átadott támogatási értesítésekkel párhuzamosan projektek. Összesen 17 projekt osztozik a támogatáson, ezek mindegyike hiánypótló beruházás, amelyek döntően a tisztató vízvédelmére és ökológiai egyensúlyának fenntartására irányuló fejlesztések. A legfontosabb feladatunk az, hogy azokra az igényeknek megfeleljünk, amiket az ide látogatók támasztanak. És olyan fejlesztéseket tudjunk folytatni, amelyek a jövőben mutatnak. Hiszen tudjuk azt, hogy versenyhelyzetben vagyunk nem csak Magyarországon, hanem az Európa és a környező országok más turisztikai célpontjaival kapcsolatban. A támogatott projektek többsége szálláshely kialakítása, vagy bár meglévők bővítése, a szolgáltatás színvonalának emelésére vonatkozik. Ezek Jásznagykun-Szolnok és Hevesvár megyékben valósulnak meg. A jársági rendőrök elfogtak és őrizetbe vettek egy jászteleki férfit, aki 3 sértettet károsított meg, összesen több 100 000 forinttal. Egyik esetben a kertben megbújva figyelte meg a későbbi áldozatát, majd a megfelelő pillanatban besurrant a házba, és vitt, amit talált. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. A Jászberény rendőrkapitányság eljárás folytat egy 34 éves jászteleki férfi ellen többrendbeli lopás elkövetése miatt. Az adatok szerint a kertben elbújva kifigyelt egy 92 éves jászteleki nőt, majd kihasználva figyelmetlenségét a házba bejutott, és onnan több aranyékszert, porcelán étkészletet, okosórát, mobiltelefont vett magához. Továbbá ellopta a sértett táskáját, melyben személyes iratok, bankkártyák és pénz is volt. Egy másik ingatlanból ruhaneműket, láncfűrészt és mosógépet tulajdonított el. Később egy jászteleki ingatlan udvarán járt hivatlanul, ott egy kerékpár volt a szerzeménye. A nyomozók 3 rendbeli lopás miatt hallgatták ki a férfit gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását. A rendőrök kutatás során a lopásból származó tárgyak közül többet megtaláltak és lefoglaltak. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!